Sziasztok, Borkák, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videó egy értékelés lesz, méghozzá egy számomra elég különleges értékelés, ugyanis képzeljétek el, megkaptam az első író per kiadó által kapott könyvemet, amiért rettenetesen boldog vagyok, úgyhogy ezután is köszönöm szépen Szabó Tamásnak és a Maxim kiadónak. Úgyhogy ebben a videóban nem másról fogunk beszélni, mint a Holdvízről. Ezt a könyvet, mint ahogy már az előbb említettem, Szabó Tamás írta, tavaly jelent meg a Maxim kiadónál a Dream válogatás részeként. És akkor kezdjük is el, hogy miről szól, és hogy hogyan tetszett nekem. Ezt a könyvet én most februárban olvastam el, és meg kell, hogy mondjam, elég hamar átpörgettem, pedig egy 300 akárhány oldalas, 360, szóval tök büszke vagyok magamra. De nézzük, hogy miről szól. Ez a könyv Zoliról szól, aki az anyukájával él Budapesten, ők ilyen nagyon gazdagok, viszont ketten élnek, ugyanis az apja Zolinak egy KGB-tiszt volt, és nem volt egy jó ember, sokszor bántotta őket, és ezért az anyjával úgymond megszöktek tőle, hogy ketten éljenek. Egyszer csak érkezik egy levele Zolinak, amiben azt írják, hogy az ő édesapja meghalt, és hogy részt kell vennie egy ilyen hagyatéki tárgyaláson Pécsen. Ő nem is szól az anyukájának, hanem magába megy erre a tárgyalásra, ugyanis nem akarja felzaklatni az édesanyját, viszont a tárgyaláson kiderül, hogy van egy másik örökös is, aki az ő nem ismert húga. Zoli ekkor szól az édesanyjának, hogy ez úgy most mégis micsoda, és hogy mi az, hogy neki van egy húga, és kiderül, hogy igen, tényleg van egy húga, akivel sajnos az apja miatt nem találkozhattak, mert ő úgymond megtiltotta. Viszont most, hogy az apja meghalt, felkeresték. És itt indulnak be igazán a cselekmények, ugyanis hát a főszöveg cselesen kikerülte azt, hogy miről is szól igazából ez egy könyv, ugyanis egy elég komoly témát dolgoz fel, ami nem más, mint a testvérszerelem. Ugyanis Zoli beleszeret Noémibe, és mivel az egész könyv az a fiú a szemszögében van írva, ezért az ő gondolatait látjuk a könyvben, és hát valljuk be, hogy eléggé felkavaró, és hát nem megszokott téma ez. De azt kell, hogy mondjam nekem, hogy különösebb problémám nem volt vele, elég érdekes volt az egésznek a pszichológiája, hogy ez mégis hogyan történik meg, hiszen mivel Zoli nem tudta, hogy van egy húga, és hirtelen megismeri, ezért egyszerre érzi a testvérének, meg egyszerre nem érzi a testvérének. Szóval elég érdekes volt. Ezek után ugye Noémi, a húga beköltözik hozzájuk, és hát beindulnak a cselekmények. Noémi egy nagyon életelteli, és nagyon, hát hogy is mondjam, ripacs lány szerintem. Nekem nem volt a kedvencem, én Zolit sokkal jobban bírtam, mint Noémi. Hát és akkor itt elkezdenek ismerkedni egymással, és Zoli nem is tudja, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel. És hát ezután jön egy nagyon érdekes rész a könyvbe, ugyanis ez az egész testvérszerelem, ez nagyjából az első feléig fontos szál a könyvbe, aztán egy nagyobb probléma, ugyanis Noémi eltűnik. Nem más történt, mint hogy Noémit elrabolták Brazíliában, mafiózó, azt hiszem egy mafiózó volt, és Zoli és az anyjuk utána megy, hogy megkeressék őt, és hogy visszahozzák. A könyvnek a második fele nekem nagyon tetszett, ugyanis itt már annyira a testvérszerelem nincsen szóba, hát nyilván számíthatunk arra, hogy ennek mi lesz a vége, hát testvérek nem lehetnek úgy igazából együtt, mindegy. Viszont ez az egész mafiózós, kutatós dolog, ez nekem nagyon tetszett, és a végén olyan fordulatok és meglepetések vannak, amire tényleg senki nem számítani szerintem, főleg egy ilyen témájú könyvtől, úgyhogy tényleg, wow! Egyébként az egész történet 22 évet ölel fel, az elején Zoli még nagyon fiatal, 19 éves körül van, ez a múltban játszódik, és nekem nagyon tetszik, ugye ez az 1900-as, 80-as években játszódik ugye Budapesten, és nagyon-nagyon tetszett ez a magyar hangulat, ez a sok magyar szám benne, meg a magyar helyek, meg minden, úgyhogy ez egy különleges dolog volt benne, nyilván egy hazai írótól lehetett erre számítani, de igazából ez tényleg kifejezetten tetszett benne. És ugye 22 év alatt Zoli felnő, és így is megismerjük, és azt, hogy mondjam, Noémi még felnőttként sem tetszett nekem annyira. Minden esetre igazából nem volt vele különösebb bajom, csak nekem helyenként egy kicsit idegesítő volt a lány, de például Zolival sem bajom nem volt. És mivel igen, ez egy nagyon furcsa téma, amiről ez a könyv szól, és igen, ehelyenként tényleg nagyon furcsa olvasni, de azt kell mondjam, nekem tényleg nem volt vele igazából bajom. Én pszichológiából néztem az egészet, hogy hogyan alakulhat ki egy ilyen dolog. Úgyhogy igazából én azt kell mondjam, hogy helyenként élveztem is ezt az egészet, mert fú, ezek a gondolatok benne, na mindegy. Egyébként a könyvnek 3,5 csillagot adtam, ami nem rossz, sőt, az már a jónak számít igazából. 3-tól felfelé nekem minden jónak számít. Azért nem kapott ugyebár 5 csillagot, mert egyrészt a Noémival én nem nagyon tudtam kijönni így olvasásügyileg, másrészt meg ugye a témája az, hát igen. Úgyhogy én igazából ajánlani tudom mindenkinek, próbáljátok ki, főleg, hogyha nem is olvastok sokat magyar írótól, szerintem ez nagyon fontos, és mostanában én is igyekszem többet olvasni magyar íróktól, úgyhogy hajrá, adjatok neki egy esélyt. Egyébként a borítón is Noémi látható, nyilván ez gondolható, de meg kell jegyeznem, nekem nagyon tetszik ez a borító, ez az egész ilyen vizes dolog, ráadásul, hogyha kinyitjuk, véres víz, aminek egyébként lesz köze a történethez, méghozzá a vége felé, és hát nekem egyébként pont egyetemen voltam, amikor olvastam ezt a részt, és én kikészültem, na mindegy. Olyan meglepetések és sportok vannak ebben a könyvben,
főleg a végén, meg olyan kalandok és izgalmak, hogy szerintem az egészet így mindenki végigpörgetni egyszerre. Szóval tényleg nagyon durva. Ennyi lett volna már ez a kis rövidke értékelés, remélem tetszett nektek. Ha igen, akkor adjatok neki egy esélyt, mert tényleg ajánlom, szerintem mindenkinek megéri a próbát. A témája miatt 16 plusz mondanék azért, de tényleg próbáljátok ki. És ha tetszett a videó, akkor nyugodtan iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következőben. Sziasztok!